Az újfehértói Fürtös Megyfesztiválon éppen születésnapján köszöntötték a 87 éves professzort, aki kinemesítette az újfehértói Fürtös Megyet. Ötven éve, hogy az újfehértói gyümölcskutató állomás Pető Ferenc professzor munkája nyomán kinemesítette az újfehértói fürtöst, a hazánkban megtermelt megy mennyisége meghaladja a 64 ezer tonnát, ennek nagy része a megyéből származik. A rendezvényen elhangzott az újfehértói megy a térség felbecsülhetetlen értéke. Ízre zamatra nagyon hasonlít a pándi megyhez, a gyümölcs nagysága olyan, ugyan kisebb, de öntermékeny, termőképessége kiváló. És tudtuk, hogy a megyet már abban az időben is igyekeztek géppel betakarítani, a rázás, a jövő technológiája, technikája, és ez a megy olyan tulajdonságú, hogyha beérett, szedésre érett, akkor ha megrázzuk a fát, akkor a gyümölcs sérülésmentesen leválik a kocsányról. Ez egy másik olyan tulajdonság, ami értéket ad ennek a fajtának. A hazai megyet a tengeren túlon is ismerik Hungarikum. Minden hazai értéket védeni és népszerűsíteni kell, hiszen komoly gazdaságfejlesztő hatása van a hungarikumoknak. Erről a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára Nagy István beszélt a rendezvényen. Mindazon termékek, amelyek ebből készülnek, azt, mint jó brand, divatos szóval, ez viszi magával, eladja önmagát. És mindazt, amit el tudunk adni, akkor az munkahelyet teremt. És végig kell menni a legvégső folyamatáig, hogy támogatja azt az embert, aki a meggyet termeli. És a meggytermelőből kiindulva nagyon jó pálinkát lehet eladni. Évente 2000 mázsa fürtös meggyet dolgoz fel a zsindelyes pálinka főzde, a gyümölcs és a belőle készült pálinka is hungarikum. A cég szeretné a következő évben kiterjeszteni az újfehértói nemes gyümölcsből készült termékek körét. Megpróbáljuk minden fronton, akár az ételek, ételreceptek tekintetében, ha csak saját régiónkban is valamilyen formában megmutatni, akár a koktélok, a kávés kompozíciók, a csokoládék tekintetében is. Tehát mindenképpen szeretnénk a szörpök, gyümölcslevek, lekvárok, aszalványok irányába, egy gyümölcsecet irányába kiterjeszteni ezt az egész dolgot, hogy ne csak a pálinkáról szóljon, hanem azt kell mondjam, hogy az élelmiszer ágazatnak majdnem minden területére kiterjedjen ez a bizonyos értékesítés. A helyi értékek felkutatása minden település számára fontos feladat, ezért helyi, megyei és országos szinten működnek értéktárbizottságok. Mindig egy szakmai csoport dönt arról, mi kerülhet be a helyi, a megyei és a nemzeti értékek közé. Újfehértón a helyi értéket képviselő termékek közös logót kapnak a jövőben. Egyfajta elismerés lehet azoknak a termékeknek, amelyeket itt Újfehértón állítanak elő. Most ez mindenre értem, tehát nem csak mezőgazdasági, nem csak ipari, hanem minden egyéb termékre is értem. És ha ezt a logót látni fogja bárki a Újfehértón előállított terméken, abban biztos lehet, hogy ez újfehértói minősége garantált. A Hungarikum és Értéktár konferenciát az idei Fürtös Megyfesztivállal összekötötték, hagyományőrző programokkal, koncertekkel várták az érdeklődőket szombaton egész nap.